A Tolna megyei roma sportbarátok körét egy évvel ezelőtt alakította néhány fiatal jelenlegi és egykori sportoló. Céljuk, hogy a netfüggőségről, szenvedélybetegségről letérítsék a roma és a hátrányos helyzetű fiatalokat. Nagydorog és Paks térségében számos sport és szabadidős programot szerveztek már, most pedig sportmotivációs nívódíjat alapítottak, amit elsőként Böde Dánielnek, a Paksi FC labdarúgójának ítéltek oda. Egy Böde Dániel fél ember, hát milyen példát tudna mutatni? Például azt, hogy a sportolói tevékenység hírnevet is adhat, egzisztenciát adhat, egészséget és sporttudatosságot adhat, és többek között azt, hogy egy kiegyensúlyozott, boldog család élete legyen a fiataljainknak, és ne a droggal, ne a szenvedéllyel, ne a netfüggőséggel, a közösségi felületekkel foglalkozzanak. A díjat Madocsán futballmérkőzést megelőzően Lakatos Lajos és Ignác Imre, a sportbarátok körének képviselői adták át Böde Dánielnek. A Daninak a pályafutása és amit elért a Paksi FC-nél, illetve a Ferencvárosnál, illetve a magyar válogatottba, az kellőképpen magyarázat arra, hogy miért ő lett az a játékos, illetve az a sportoló, akit az idén megválasztottunk. Hát nagy nyomásban tudott olyan teljesítményt nyújtani, ami úgy gondoljuk, hogy a fiatalok számára mindenféleképpen megsüvegelendő, és példaképként állítható a fiatalok elé. Böde Dániel Madocsán edzőként dolgozik. Csapatától a fegyelem mellett jó hangulatot vár el, a községben összekovácsoló erő a futball. A sportoló büszke a nívódíjra. Örülök neki, hogy meg büszkeséget tölt el, ha valaki úgy gondol, hogy példakép lettem. Hát bízom benne, hogy ezt tudom is folytatni, hogy tényleg a fiatalok előtt egy úgymond igazi példakép legyek. A roma sportbarátok köre várja a lakosság javaslatait a következő évi nívódíjra. Fontos, hogy a javasolt személy Tolna megyei legyen, sportéletben példamutatóan tevékenykedjen. A kitüntetettek népfőiskolai előadások, kulturális rendezvények alkalmából tarthatnak majd előadást a gyerekek számára életútjukról, pályájukról.